Köszöntöm a nézőket a Pálya Extra újabb adásában. A PVSK Kosárlabda Akadémia rangot kapott január 1-ével. Most már lassan egy hónapja így üzemelnek. Az eddigi tapasztalatokról, illetve a tervekről, a későbbiekről, az építkezésről fogunk beszélgetni. Eljöttünk ide a helyszínre. Az első vendéglátónk Tiszai László, aki a Kosárlabda Akadémia igazgatóhelyettese, illetve a női szakák felelőse. Laci, amikor megtudtátok, hogy elfogadta a szövetség azt, hogy benne vagytok a 10-ben, és elfogadta a pályázatotokat, akkor hogy reagáltatok erre, mennyire volt nagy az öröm? Maximálisan nagy volt az öröm, bár nem azt mondom, hogy biztosak voltunk, de nagyon bíztunk abban, hogy ezt a rangot el is nyerjük, ugye nagyon hosszú előkészítő folyamat vége ez, tehát a napi munkában egyik napról a másikra óriási változásokat ez nem okozott. Első napokban még egy-két gratulációt igen el kellett fogadnunk, és ezt örömmel is tettük, de igazából ez most csak egy null pont, egy kiinduló helyzet, és nem a hátradőlés következik, hanem a még inkább ugyanúgy, hogy eddig, ugyanúgy, vagy még keményebb munkaidőszaka jön majd. Mit jelent az, hogy akadémiai rangot kapott a PVSK? Mennyiben jelent ez több munkát, mennyiben jelent más felkészülést akár? Ez egy nagyon komoly előkészületnek a vége lett. Elvárásokban, eszközigényekben, egyetemi kapcsolatokban, infrastruktúra, csapatok száma, edzők száma, tehát nagyon-nagyon sok tényezőt kellett biztosítanunk. Vannak olyan pontok, ahol még fejlesztésre szorulunk, de ott is már ugye a szövetség azt is díjazta, hogy látja az igyekezetet, látja az elfogadott TAU pályázatunkat, ugye látja a munkacsarnok építést, ami itt ugye a hátunk mögött zajlik. Tehát nagyon sok minden tekintetben még egyszer mondom, nagyon hátradőlni nincs időnk, és nem is akarunk. Sok munka következik. Egyrészt a nemzetközi versenyeztetés, amin én azt gondolom lányvonalon kell előrelépnünk. A fiainknál ugye a Panoliga behozatala évek ezelőtt már nagyon jó irányba terelte ezt a fajta fejlődési lehetőséget. És itt hozzáteszem rögtön, hogy a lányoknál is a Panoliga szervezőivel és a külföldi csapatokkal is ugye felvettük már évelején a kapcsolatot. Kicsit nehézkesebb a lányvonal megszervezése, de ez nem fog minket megtörni, tehát ugyanúgy fogjuk ezt a fajta elvárást is biztosítani a gyerekeinknek. Én azt gondolom, hogy első körben, ugye, ahogy megépül majd a munkacsarnokunk, egy óriásit tudunk előrelépni. Sőt, ha tovább megyünk, 2019-2020 felé tekintünk már ugye a jubileum éve után, akkor ugye a régi kis csarnokunknak a várható felújítása és az egyéb a sporttelepen végrehajtandó fejlesztések olyan lehetőségeket adnak, ami után már tényleg nem lesz semmilyen kifogás, tehát az anyagi hátterünk is, a területünk is olyan mértékű lesz, hogy csak a munka, és mindenkinek azzal kell foglalkozni, ami a feladata. Ugye panaszkodni eddig se nagyon panaszkodtatok, pedig lehetett volna, mert ugye nem olyan feltételek között edzettetek, mint ahogy majd fogtok, illetve mint ahogy kellett volna. Ugye nagyon sokat beszéltünk már Varga Ferencről, és a nézők láthatnak is egy kis összeállítást, amit a Varga Ferenc emléktornán készítettünk. Ha mondjuk ő most itt lenne, akkor véleményed szerint mit szólna ezekhez a fejlesztésekhez? Mert tulajdonképpen valahol neki volt a nagy álma, hogy ez megvalósulhasson. Hát nagyon jó kérdés, és az ember bele bizsereg. Biztosan nagyon büszke a kollégákra. És ugye akkoriban, amikor ő még aktív volt, és ugye sajnos ugye 11-es halála idején, ott még csak terveztük a TAO-t, terve volt, hogy milyen lehetőségek jönnek, ugye 11 szeptemberében indult végül is ez az új program. Tehát én azt gondolom, nagyon sok kérdésben lehet, hogy szegény el se hinni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Rengeteget emlékezünk, hogy milyen volt régen. A vezetőségnek az általaga életkora is azt mondom, hogy fiatalok vagyunk, de azért már mi is megéltünk olyat, amikor úgy kellett szülőktől, támogatóktól kérni segítségeket, hogy Debrecenben a világ végének tűnő távolságba el tudjunk utazni. Főleg ott még szállást is kapjanak a gyerekek, ellátást. Tehát ezek most már alap dolgok. Én azt gondolom, hogy ő nagyon büszke arra, hogy itt ezen a sporttelepen ilyen munka folyik, és ebben a klubban tényleg ilyen előremutatóan dolgozunk. Ez talán a legjobb szó, tényleg az, hogy büszkének gondolom én.
És az, hogy akadémia lett a PVSK, ez mondjuk rátok mennyire plusz teher, mennyire több teher esetleg mondjuk feladatban. Ugye már beszéltél róla, hogy több feladat lesz, de hogyha egy picit ezt így részleteznéd, hogy mi ez a több teher, tehát rátok ró-e feladatokat? Hát adminisztratív feladatokban évről évre egyébként ettől függetlenül is, de vannak változások és szigorítások itt a TAU elszámolások kapcsán. Én azt gondolom, attól, hogy most akadémia lettünk, nekünk főként az egyetemmel való együttműködésünket kell majd egy kicsit jobban megszorítanunk. A felmérési rendszer az, amin most már folyamatosan dolgozunk és lépkedünk előre. De ugyanúgy, attól függetlenül, hogy az akadémiai korosztályokat az U14-16-18 csapatokra vonatkoznak, ez a rendszer is előírja az alapbázist, és ugye mi ezt annó is nagyon komolyan gondoltuk, ugye a TAU bevezetésével egy időben létrehoztuk az előkészítős bajnokságot, ott egy-két iskoláról, ugye 9 bázisiskolára nőtt az alattunk lévő tagiskoláknak a száma. Tehát attól függetlenül, hogy most akadémia lettünk, ugyanolyan komolysággal kell nekünk az előkészítő bajnokságokat megszervezni. Ugye a dobdakosár program, a kosárpalánta program és az összes olyan MKOS és a megyei szövetségnek a programján vannak csapataink. Most ugye a megyei szövetségnél gondolok itt az U9-es, U10-es bajnokságra is. Tehát minden egyes versenyrendszerben indítunk csapatot, és pont a napokban, hetekben építjük fel már a következő szezonnak a szakmai stábját, ki melyik korosztálynál lesz, és ennek az előkészítő munkának az egyik legfontosabbja pedig az, hogy az edzők ki fognak menni, és az előkészítő kollégákra rásegítve már a következő éveket fogják előkészíteni. Tehát ez a tudatos munkát gondolom én, hogy ezt fogjuk folytatni. Teljesen az edzői stáb, vagy azért mindig lenne szükség még több edzőre, még több segítségre? Összességében én azt gondolom, úgy szoktuk kommunikálni, hogy meg vagyunk elégedve az edzőinkkel, és most nem is fogok nagy titkokat elárulni, ez valóban így van, de ugye abból adódóan, hogy sok fiatal kollégánk van, akár az egyetemi éveiket éppen végző, vagy egyetemet nemrég befejező kollégákról is beszélünk, elkerülhetetlen, hogy az élete elsodorja őket más városba, esetleg országhatáron kívülre is. De összességében én azt látom most, hogy a főként a magasabb korosztályoknál lévő edzőinkre és az előkészítőknél is vannak olyan tapasztalt kollégák, akiknek a munkájában biztosak lehetünk. De visszakanyarodva az előző kérdéshez is, hogy miben kell majd még változnunk esetleg, az edzőképző kérdést azt kihagytam, és az egy nagyon fontos része a munkánknak. Pont hétfői napon volt egy házi edzőképzőnk. Ez például pont egy olyan terület, ami eddig is nagyon rendszeres volt, de ha lehet fokozni, akkor ezt még szeretnénk, és nem csak hogy az edzőképzőket, hanem a külföldi tapasztalatokat beépítve, amiket ugye hallunk, látunk, edzői megbeszélések rendszeresítése, szakmai megbeszélések, ez ugye kiemelten fontos, ez pedig a következő időnek a előkészítése. Ugye láthattuk nyáron is mindig, vagyis hát pontosabban így a tavasz végén, az iskolai időszak végén mindig kivonultok mostanában a Kossuth térre, és akkor láthatjuk, hogy rengeteg kisgyerek kosárlabdázik a PVSK-nál. Megvagytok-e elégedve a létszámmal, illetve a csapatok színvonalával? Ha azt mondom, hogy meg vagyunk elégedve, akkor most lehet, hogy sokan megköveznek. De egyébként a versenyzős létszámokat nézzük, ugye U11-től felfelé, sőt U9-től ugye most már új rendszer szerint, U20 fiúkig, ugye, akik már a Marketing Kft-ben versenyeznek, összesen olyan 250 főről beszélünk, ami azt gondolom egy elég masszív szám. És hogyha hozzáveszünk azt a 100-150 fő közti előkészítős létszámot, amiben ugye van mozgás, tehát életkori sajátosságból adódóan ugye a gyerekek kipróbálják a kosárlabdát, utána másnap kézilabdát, focit, egyebek, majd visszajönnek sokszor a kosárlabdába, ebből adódóan ott van egyfajta rugalmasság. Összességében én nem gondolom, hogy gondba vagyunk a létszámokkal, viszont arra igenis figyelnünk kell, ami az akadémiai elvárás is, és a versenyszabályoknak is vannak olyan részei, ahol korosztályos megkötések vannak, tehát például 18-ban, 16-ban, 14-ben nekünk a szövetség által meghatározott korosztályba beillő gyerekeknek a létszámát, hogy így bonyolítsam, kell biztosítanunk, tehát ez azt gondolom egy folyamatosan fejlesztendő terület. 2018-as évben mivel lennél megelégedve, milyen évet vársz? Tavaly nagyon nagy, én azt gondolom magasra tettük a mércét, ugye mind a fiú, mind a lány csapatok bejutottak a legjobb 16 közé, ugye az A csapatokról beszélünk. Az idei évben már látjuk, hogy ezt sajnálatos módon nem fogjuk tudni teljesíteni, de ettől függetlenül nem fogjuk
negatívabbnak értékelni az évet. Vannak olyan csapataink, ahol igenis az A-döntő, és nem csak az A-döntőbe való bejutás, hanem az ott való, akár éremért küzdő szerepkörben bízunk. Én azt gondolom, minden évben a június 8-9-10, ugye, ahogy éppen a kosár ünnep ott a Kossuth téren megrendezésre kerül, az a tömeg, és akiket ott szoktunk ugye ünnepelni, ott lezárva az évet, hogyha idén is az elmúlt évek tapasztalatait nézzük, hogy tele lesz a tér, akkor azt mondhatjuk, hogy fél siker. Nyilván a csapatokra azért külön is egyenként fogjuk nézni az évvégi mérlegelésnél, de a mérce mindenképp az, hogy a következő években akár a 8-as döntőbe is be tudjanak jutni a csapataink, és ez nem azért van, hogy mi az évek múlva az aranyérmek lázában égjünk, mondjuk úgy, hanem hogy a gyerekeknek olyan versenyzési lehetőséget tudjunk ezáltal is biztosítani, ami a legjobbak közt való versenyzés. De ahogy egyébként az akadémiai kritérium is elvárja tőlünk, a produktivitási mutatónk az kell, hogy legyen, hogy 5-10 éven belül tényleg NB1-es és válogatott szintű játékosokat neveljünk ki a magyar kosárlabdának. Köszönöm szépen Tiszai Lászlónak a beszélgetést, mi pedig folytatjuk, ugyanis egy újabb vezetőhöz látogatunk majd el itt az épületen belül. Köszönöm szépen! Ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést. Ezúttal vendégem Máté János, a PVSK Kosárlabda Akadémia igazgatója, illetve a fiú szakág felelőse tulajdonképpen, tehát a vezetője. Üdvözöllek! Mennyire laktátok már be ezt az épületet, mert ez azért nektek is új. Tehát nem csak nekünk új ez az épület, hanem nektek is új. Kimondottan az irodába gyakorlatilag egy olyan helyről érkeztünk, ahol már a körülmények nem voltak igazán méltóak. Bár jól küzdöttünk évekig ilyen alternatív ideiglenes fűtési megoldásokkal, az áram sűrűn elment, hát az a létesítmény olyan állapotban van, de reményeink szerint ugye majd az is megújul. Ezt belaktuk, majdnem, hogy egy kicsit már kicsi. Ez a helység, ez nagyszerű a szülőértekezletek vagy elméleti foglalkozások tartására. Irodai szinten bizony a sok csapat, a sok gyerek, a nagy magas szintű versenyeztetés okán ugye szaporodtunk, új intézők vannak, új technikai vezető, sportszervező kapcsolódott hozzánk, az edzők száma, szakmai bizottság van, nő és férfi szakág vezető van. Egy picit majdnem kicsi, de azért megtanultuk megbecsülni a jó dolgokat, jól érezzük magunkat, belaktuk, igen. Az, hogy kosárlabda akadémiai rangot kapott a PVSK, Laci is mondta, hogy ez óriási öröm volt. Mind a mellett, hogy óriási nagy feladat is. Mennyiben jelent ez több feladatot? Mindenképpen nagy felelősség, ezt azért látni kell. Most 10 ilyen nemzeti akkreditált akadémia van az országban. Szerintem lesz még pár, és ezt tudni kell, hogy ez egy nyitott dolog. Itt meg kell felelni egy komoly kritériumrendszernek, ami 4 fő területet fed le, igazgatási szint, a szakma, az eszközrendszer és az infrastruktúra, azok a felületek, amiben meg kell felelni. Nyilván azért kerülhetünk ebbe a helyzetbe, mert szakmailag mi kis műhelyként is, egy egyszerű egyesületként is idézőjelbe, de kiemelt egyesületként is jó munkát próbáltunk végezni. Egyébként ezt vette észre a szövetség, hogy a már létező akadémiák egy jó részénél jobb munkát végeznek kisebb műhelyek, ezért nyitotta ki a lehetőséget. Éltünk vele, szerintem hasonló szintű felelősségünk van. Amit mi bevállaltunk, azt gyakorlatilag a 4 említett területen teljesítjük, és az igazi fokmérő majd az lesz, hogy hány és milyen szintű kosárlabdázót nevelünk föl. Mindenképpen kell alcsoportos játékost nevelnünk, fiú és lány van arra, mindenképpen szeretnénk válogatottakat adni a korosztályokba, és majd látni, hogy a mi valamikori gyermekünk akár felnőtt válogatottba is eljut. Ha ez nem valósul meg bizonyos év táblatában, akkor nem végeztünk jó munkát, ez a felelősségünk. Ez tulajdonképpen közös felelősség gyerekekkel, szülőkkel, őnekik föl kell venni a kesztyűt, sok munkát kell elvégezniük a tanulás mellett, annak híve vagyunk továbbra is, hogy jól tanuljanak, és persze szeretnénk, hogy itt járjanak egyetemre azok, akik most még általános iskolások és tehetségesek. Van egy nagy lehetőségük fiú és lányvonalon is, hogy élvonalba kerüljenek, hiszen itt mindkét vonalon, fiú vonalon a PVSK-n belül a létre minden foka rendelkezésre áll, de tényleg nem egyszerű. Napi csapatedzés, ezen kívül egyéni képzések. Van olyan csoportunk, akik reggel 6-ra járnak egyéni képzésre,
példáloztak az edzőkollégák ugye úszókkal, tornászokkal, akiknél ez nem is olyan ritka, mert ezt a kesztyűt is fölvették, és ott vannak, és ez nagyon tetszik nekem. Direkt figyelem, hogy kik és hányszor mennek erre a reggelire. Nagyon nagy erőpróba. Ilyen és ehhez hasonló hozzáállással bárki eljuthat, akinek egyéb adottsága is megvannak az élcsoportba, mert hogy az akadémiánk biztosítani fogja a feltételrendszert. Tiszai Lacival beszélgettünk többek között arról is, hogy a női vonalon Varga Feri bácsinak mekkora szerepe volt, és ő igazából mit szólna ehhez a létesítményhez. De azért a fiú vonal, én ha jól emlékszem, azért egy picit a korábbi években háttérbe került. Tehát nem volt olyan reflektorfényben. Nagyon nehéz lehetett ezt elérni, amit az előbb is mondtál, hogy most már tulajdonképpen minden szinten van csapat, és egészen a piciktől a felnőtt megvan ez a sor. Mennyire volt ez nehéz, illetve mekkora munka volt ez? Onnan kell kezdenem, de igyekszem gyors lenni, hogy valahol az én bűnöm, talán idézőjelben, hogy a fiúvonal nem volt a PVSK-ban saját szakosztályként sokáig működtetve, hiszen kiváló együttműködésben voltunk a mindenkori sportiskolával, és az volt az én tapasztalatom, hogyha független a felnőttől, akkor kicsit jobban járhat az utánpótlás. Ez Zalai Zoliékkal közösen, sok-sok helyi szakemberrel gyönyörűen fölépítettük. Azt kell tudni, hogy, és ezt nem szeretném túlragozni, de egy durván 7 évvel ezelőtti a város kosabb utánpótlását érintő átszervezés nem hatott kedvezően, nem adott igazi jövőképet a PVSK számára, és akkor indult a fiú szakosztálynak is az újraszervezése, de azért volt feladat a lányoknál is. Új iskolákat vontunk be, nagyon nagyszerű partnereket, gyerekeket találtunk. Nem mondhatom, hogy kis munka volt, szerintem nagyon sok kollégámat kéne most felsorolni, akik edzőket is, irodai dolgozókat is, hogy kik voltak ebben élharcosok. 9 új partneriskolánk van, szaporodik folyamatosan a korosztályok száma. Most már évek óta minden korosztályban indítunk országos versenyrendszerben, rendezünk saját versenyeket. Minden, ami az MKOS elvárása, azzal gyakorlatilag annak meg tudunk felelni, és ehhez igyekszünk pluszokat tenni, például fiúvonalon panoligát szerveztünk, egy szabadkai sportbarátunk kezdeményezését, ami kezdett egy kicsit kialudni, Földi Sanyival fölkaroltuk és újra szerveztük, így 3 ország, Horvátország, Szerbia és Magyarország fiai már évek óta minden korosztályban nemzetközi versenyeket játszanak egymással, most szerveződik a lány is, reményeim szerint ez be fog indulni jövőre. Edzőképzéseket tartunk, belsőt és nyíltat közösen az MKOS-szel. Tehát nagy feladat volt, nagy munka volt, örömmel tettük, de továbbra is ugye az a helyzet megmaradt, hogy az akadémiák 18 éves korig képeznek, ezután a felnőtt csapatot működtető Marketing Kft-vel való jó kapcsolat, és az U20-ba való játékos áramoltatás, és az NB1-ben való szereplés nyitja meg az igazi utat a felnőtthez, bárkinek, aki Pécset fiú és kosárlabdázik. Milyen évet vársz 2018-tól? Elsősorban azzal a szemmel nézem, hogy fejlődnek a játékosaink. Természetesen szükségesnek tartom, hogy minél tovább versenyben maradjunk az országos versenyrendszerekbe, hogy az a kényszerhelyzet, amit a jobbnál jobb ellenfelek szembe, akikkel szembe kerülünk, ezt biztosíthatják számunkra. Ezért érdekes az eredmény. Nem élünk egyébként az érmek lázában továbbra sem, de jó a gyerekeknek is. Azt nézem, figyelem, hogy fejlődnek az edzők, és hogy fejlődnek a gyerekek, és jó évet várok. Sokat teszünk azért, hogy mindenki megtalálja a számítását, és azt várom, hogy amikor summázzuk ezt az évet, akkor, amit említettem, hogy a produktivitási mutató, a játékos, a képzett, jól nevelt játékos, hogy ebben nagyot lépünk előre. A létszámmal meg vagy elégedve? Ugye Lacival is beszélgettünk arról, hogy minden júniusban van az úgynevezett kosárünnep, és akkor az egész Kossuth teret PVSK-sok népesítik be, akkor azért látszik, hogy milyen sok gyerek sportol itt. Igen, nagyjából ez az ideális szám, ez közel 500, ami a legkisebbektől a legnagyobbakig minket most már jellemez pár éve. Ebben durván 250-270 a mindenkori igazolt játékengedéllyel rendelkező és országos versenyrendszerben versenyző fiú és lány, a többiek az úgynevezett holdudvar, az input alulról, a kis U8-as és U10-es korosztályokban, a dobdakosár programban, a kosárpalánta programban, illetve a saját versenyrendszerben edződők. Tehát ez egy ideális, mert tenni sokkal nagyobbra már nehéz nőni, hiszen ebben a városban ugye van még egy jó műhely,
és így aztán egy nagyon nagy létszámú a kosárlabda sport számára, a pécsi kosárlabda sport számára egy nagyon ideális, szinte kegyelmi helyzet állt elő, hogy közel 1000 gyerek, vagy talán több is, mint 1000 gyerek összesen, úgyhogy a létszám ez megfelelő. Nyilván az új csarnokunk, ha fölépül, vagy a további fejlesztések még nélkülözhetetlenek, akkor majd, ha saját konditermünk is lesz, ha rehabilitációs központunk, regenerációs központunk is lesz, a régi csarnok megújul, akkor mondhatom majd igazán, hogy akkor egy olyan státuszba kerültünk, amit egy 100 éves klub talán meg is érdemel, és amiért sokat tettünk. Mikor várható, hogy elkészül a csarnok? A munkacsarnokunk nagyon szeretnénk, hogy augusztusban átadásra kerüljön. Én úgy látom, hogy erre van esély, hiszen az azt jelenteni, hogy a következő szezonra már bekalkulálhatjuk. Én köszönöm szépen, még egyszer gratulálunk ahhoz, hogy Kosárlabda Akadémia lett a PVSK, és nagyon sok munka van benne, de nagyon szép munka. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Ez volt a Pálya Extra legújabb kiadása, legközelebb 2 hét múlva találkozunk, de ne feledjék a Pálya című sportmagazinunkat sem. Viszontlátásra!